az előadás, ez két nyelven fog zajlani, egyszerre szlovákul és magyarul, azért, mert két nagyon prominens vendéget köszönhetünk itt ma a köreinkben. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm táborunk két meghívott vendégét, két olyan személyt, akik nagyon sokat letettek már az asztalra, nagyon szimbolikus tetteket, olyan dolgokat mondtak ki, amelyeket nagyon ritkán hallunk politikusoktól és államférfiaktól. Nagy szeretettel köszöntöm körünkben Surján Lászlót, aki orvosként tanult, miniszterkedett, kereszténydemokrata, politikus és prominens képviselője volt kereszténydemokrata népmozgalomnak. Az Európai Parlamentben ténykedik, és az Európai Parlament egyik alelnöke jelenleg. Srdečne vítam v našom tábore pána Františka Mikloška. Matematika vedca, kresťansko-demokratická politika prominentného, jak to bolo členom strany kresťansko-demokratické hnutie, bol aj vlastne predsedom poslaneckého klubu a v posledných rokoch si tiež je ešte stále veľmi viditeľný v našom politickom a spoločenskom živote. Som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie a môžete tu byť medzi nami. Ennek az előadásnak az apropója, eredetileg, ugye gyakorlatilag a Tisgyennek ez a nagyon ismert száma lehetett, ami meglehetősen nagy port kavart fel elsősorban, tehát a szlovákiai magyar közvéleményben mindenképp, és arról még majd fogunk beszélni, hogy egyébként a szlovákiai magyarságon túl milyen hatásai lehettek. Az eredeti koncepciónk az volt, hogy Stefan Hríbet és Surján Lászlót megpróbáljuk egy asztal mögé ültetni, és gyakorlatilag beszélgetünk velük arról, hogy milyen hatásai lehetnek ennek az a gesztusnak, merre tudunk tovább haladni, és milyen kiutak vannak a szlovák-magyar együttélés és akár tehát a szlovák-magyar harmonikus együttélés problémáit illetően. Ugyan Stefan Hríb sajnálatos módon nem tudott eljönni, de én úgy érzem, hogy Mikloska úr részvételével még sokkal tanulságosabb beszélgetés is kikerekedhet ebből, hiszen, mint az köztudott, Mikloska úrhoz rengeteg olyan hasonló gesztus kötődött már a múltban is, ami pontosan a szlovák-magyar kapcsolatok boncolgatását érintette. És gyakorlatilag azok a bocsánatkérések és azok a szimbolikus megnyilvánulások, amelyeknek most a tanúi vagyunk, azok egyszer már jóval korábban megtörténtek. Možno ohľadom dohobisom otvoril túto debatu. Ezzel kezdeném el ezt a kérdést, így első körben szlovákul, és aztán magyarul is. Pán Mikloškok, vy ste vlastne ako družiteľom viacerých prominentných ocenení, aj napríklad ceny Svätého Vojtecha. A vy ste boli symbolicky spomedzi prvých politikov, ktorí vlastne ako vyhlásili a ospravedlnili Maďarov za tie krivdy, ktoré boli spáchané za čias pána prezidenta Beneša v rokoch 45 až 48. Toto gesto ste spravili v roku 2005. A čo sa týka tohto gesta, tak toto gesto sa stretlo so všeobecným, no môžeme to takto povedať, že odporom bol skôr negatívnymi ohlasmi zo strany slovenských politikov. Aj vaša tedajšia strana, čiže kresťansko-demokratické hnutie, vyhlásilo, že išlo vašu osobnú iniciatívu a nie v každom prípade o gesto zo strany kresťansko-demokratického hnutia. Erre rákapcsolódva, és ez a másik apropója a beszélgetésnek, ugye jön 8 évvel később egy másik bocsánatkérés a
Týždeň hasábjain, Surján László által, és igazából, mintha nekem az lenne az érzésem, hogy nem kimondottan reagál rá senki, sem pozitív, sem negatív értelem, mintha nem vert volna ez a bocsánatkérés olyan nagy hullámokat a magyarországi politikai életben. És ez egy nagyon érdekes jelenség és nagyon érdekes párhuzam. Hogy látják önök, vajon mi annak az oka, hogy ennyire eltérő reakciókra számíthat egy ilyen nagyon szimbolikus gesztus? Hát először is jó napot kívánok mindenkinek. Másodszor is megköszönöm a meghívást két okból. Az egyik, mert az azt jelenti, hogy a gombaszögi tábor rendezői észrevették, hogy valami történt. Ez mindenképpen fölértékeli egy kicsit a dolgot az én szemembe is. A másik pedig, hogy nem egyedül hívtak, hanem szlovák partnerrel, ugyanis ahhoz, hogy előbbre tudjunk lépni, ahhoz párbeszédre szükség van. Na most párbeszéd nem létezik. Sőt, tovább megyek. Ugye, aki egy kicsit beleolvasott ebbe, az tudja, hogy egy pár éve elindítottam egy mozgalmat, amit Karta 21-nek hívnak, megbékélési mozgalmat. Számos helyen jártunk, például Kolozsvárt is, szülővárosomban, ahol egy román filmrendező elmondta, hogy együttélés az nincs. Egymás mellett élés az van. Na most, ugye egy házasságot nem lehet úgy élni, hogy az egyik az egyik szobába, a másik szobába, és gondosan vigyáznak, hogy a mellékhelyiségnél se találkozzanak. Az együttélés az közös feladatvállalást jelent. Az együttélés az tényleges együttmunkálkodást jelent. És azok, akik egy lakótérben vannak, hogy így mondjam, bezárva, egy állam keretei közé, azok számára az együttélés az egyetlen élhető forma. Az egymás mellett érés, a szegregáció, az kirekesztés, ami mind a két félnek tulajdonképpen rossz. És ez a rossz helyzet, hogy most már feleljek is a kérdésre, ez azért évszázados, legalább két évszázados itt a mi régiónkban, ami azt jelenti, hogy kialakultak gondolati sémák, én sztereotípiáknak írom le ezeket, és ezeket nem tudjuk, nem is akarjuk úgy általában levetkőzni, hiszen az igazság birtokában lévőnek képzelem magam, miközben alapvetően tudatlan vagyok, nem ismerem saját nemzetem történetét, saját nemzetem viszonyát a velem együtt élőkhöz, ezt vagy diabolizálom, ördögtől valónak tartom, vagy idealizálom, és meg vagyok sértve, hogy a másik nem annak megfelelően nyilatkozik. Tehát nagyon nehéz terepen mozgunk, én csak azt gondolom, hogy más irányba meg nem lehet mozogni. Egy kicsit visszatérve ahhoz, amit eredetileg kérdeztem, ugye gyakorlatilag az önbocsánatkérése után, ami egy szimbolikus aktus volt, és nagyon jelentős aktus volt, igazából ezt nem követte úgymond több reakció, sem szlovák részről, de ami most engem igazából érdekel, sem magyar részről. Sőt, sem elítélő, sem pedig dicsérő reakció, legalábbis ahogy én érzékeltem, nem hangzott el ezzel kapcsolatban. Nem okoz ez egy bizonyos fokú csalódást, hogy mik voltak azon elvárásai, amikor ezt a gesztust megtette? Amikor a gesztust megtettem, az egy válasz volt. Válasz Stefan Kriebnek egy általam rendezett konferencián elmondott szavaira, mely konferenciát Brüsszelben tartottunk, és két fontos üzenete volt. Trianon igazságtalana volt a magyarokkal szemben, és a Benes dekrétumok hatására méltatlan szenvedés ért magyarokat. Ezt egy szlovák ember mondta ki, egy szlovák ember, és erre magyar embernek megfelelő formában válaszolni kell. A megfelelő...
megfelelő formát abban találtam meg, hogy a mozgalmunk első alkalommal díjazott valakit, Stefan Hribet, ebből lett ugye ez a szám, ami itt ki van osztva, vagy legalábbis jó néhány példányt lehet látni belőle. Én nem gondoltam, tehát csalódás nem ért, ugye májusban történt ez a dolog, én nem gondoltam azt, hogy május végére föl fognak vonulni a magyar seregek, és éljenek a szlovákok jelszóval, járják körbe a világot. Hasonlóképpen fordítva se gondoltam azt, hogy a szlovák emberek a végre együtt magyarok szeretjük egymást, magyar testvér, volt régen egy ilyen szlovák mondás, vissza kéne hozni, de hát az nem fog menni két nap alatt. Tehát én nem voltam csalódott. Azonban azóta két jelentősnek mondható sajtóorgánum érdemben foglalkozott a kérdéssel. Az egyik a Heti Válasz, ami egy partnere tulajdonképpen, ha úgy vesszük, a Tisdennek, kiejtésemért elnézést, és a másik tegnap a Magyar Nemzet. Azt gondolom, itt gombaszögre nem jár, de egy elég nagy félkolumnás cikk jelent meg, amely megszólaltatott több olyan prominens magyar embert, aki már tagja ennek a mozgalomnak, például Matl Pétert Kárpátaljáról, aki a Kárpátaljai Emlékműnek a szobrásza, Szvorák Katalint, és hogy szlovák is legyen, Petra Nagyová Zserengovát. És az üzenet teljesen egyértelmű, ez az út, amin járni kell. Köszönöm. Pán Miklós, čo sa týka vášho gesta, tedy ešte v roku 2005, tak ste rátali s takými reakciami, aký sa vlastne aj s tými ohlasmi zo strany slovenských politikov? A pokiaľ by ste mali ako naozaj porovnať túto situáciu, že aké rôzne ohlasy, respektíve mlčanie, vyvolajú podobné ospravedlenia, tak čo si o tom myslíte, respektíve, či môžeme z toho vyvodiť nejaké konsekvencie podľa vášho názoru? Vtedy, keď, tak prvnáde ja veľmi pekne ďakujem za toto pozvanie. Som veľmi rád, že tu môžem byť so svojím dávnym priateľom, pánom Šúrianom, s ktorým sa stretávali ešte od roku 90 politici Strednej Európy, ktorí hľadali akési riešenie z Rakúska, Česka, Slovinska a Maďarska. Som veľmi rád, že tu so mňou aj pán poslanec Minári, ktorý sa veľmi angažoval za zlepšenie vzťahov v parlamente medzi Slovákmi a Maďarmi. A pokiaľ ide o vašu otázku. Vtedy, keď ja som vyslovil slova ospravedlnenia za to, čo sa Maďarom udialo po 45. roku, myslím, že v Maďarsku to nejakú veľkú odozvu nevyvolalo. Na Slovensku to vyvolalo obrovskú odozvu. Takže cena svätého Vojtecha bola osobitne hodnotená aj tým, že takú veľkú odozvu na odozvanie ceny svätého Vojtecha v celom tomto priestore žiadna iná osobnosť nebola, len ja. A to bolo len kvôli tejto jednej vete, že som povedal svojim priateľom, teda Maďarom, že prepáčte. Ja si myslím, že treba si uvedomiť dve veci a pokúsim sa byť veľmi stručný. Poprvé, my sme od novembra 89 snažili sa nejakým spôsobom vyrovnať s minulosťou. Málo ktorá krajina postkomunistická prijala jednorázovo taký sviatok ako my na Slovensku, a to bol 1. november 1990 ako deň zmierenia. Jednorázovo. Bol štátny sviatok na Slovensku. Potom sme na Vianoce prijali vyhlásenie a odprosenie židovským spoluobčanom za deportácie v 44. a 5. Potom sme prijali dá sa povedať, že odprosenie alebo prosbu o prepáčenie za nemecké deportácie karpatských Nemcov. Aj keď sme povedali, že oni sa angažovali cez tie politické strany, ale princíp kolektívnej viny je nepriateľný a odsúdili sme ho. To bolo všetko v slovenskom parlamente. A potom prišli na radu ešte ospravedlnenie alebo spoločné vyrovnanie s minulosťou, s Maďarmi a s komunistickou érou. A toto sa nám nepodarilo. A ja dneska môžem povedať, že nepodarilo sa nám to preto, lebo kým židovské deportácie a nemecké vysťahovanie Nemcov
bola vec už minulosťou, ktorá sa netýkala priamo Slovenska. Či na slovenskej pôde to nebolo žiadne kontroverzie, maďarská otázka a komunistická otázka bola stále aktuálna. Či nie je jednoduché prijímať takéto gestá vo chvíli, keď tá skutočnosť zasahuje do aktuálnej politickej situácie, najmä cez ľudí, najmä cez postihnutých, aj aktérov, aj postihnutých. V prípade komunizmu to boli aktéri, ktorí boli zastúpení v politickom, teda v slovenskom parlamente. Preto si myslím, že napríklad slovensko-maďarské vyrovnanie pôjde takýmto smerom, ako ho naznačili, ľudia ako Štefan Hríb, László Surján, ale chcem upozorniť, že veľkou postavou v tomto smere je váš kardinál Erdő. On prišiel s iniciatívou, aby aj cirkvi, biskupská konferencia Maďarská a Slovenská našli takúto cestu. Musím povedať, že najmä na slovenskej strane to nenašlo veľkú odozvu. Oni prijali podobné nejaké vyhlásenie, ale ani sa to nečítalo v kostoloch. Nebolo to žiadnu odozvu. Takže toto je o to háklivejšie a preto si myslím, že to treba budovať organicky a krok za krokom. A druhá vec, rýchlo, ktorú by som povedal, všimnime si ale jednu vec, ktorá momentálne vyrastá v tejto postkomunistickej Európe. Ako by tieto naše krajiny boli unavené z demokracie, ako by boli sklamané z demokracie, a všade v týchto krajinách sa nastoluje skôr autoritatívny spôsob vládnutia, ktorý priamo si nejako volajú aj ľudia. A ja budem otvorený, v Maďarsku ho symbolizuje Viktor Orbán, na Slovensku Robert Fico, v Čechách do toho vstupuje prezident Zeman, a v Poľsku takisto vidíme, že Kaczyńského strana ide nebezpečne hore. Čiže to je paradox, že nastáva zmena situácie, že povedzme, keď bola vláda Ivety Radičovej, tak Iveta Radičová sa s Viktorom Orbánom nestretla ani raz, ale Robert Fico, ktorý je symbolom nejakého, aký si aj, dovolím si povedať, protimaďarského ťaženia, sa stretol s Orbánom a hovoria o nových vzťahoch, o novom začiatku. Čiže začína tu platiť moc. A to je nebezpečné, pretože moc sa síce navzájom rešpektuje, ale neprinesie nikdy niečo, čo by znamenalo nejaký organický rast a nejaké zlepšenie vzťahu. Čiže v tejto atmosfére moci a narastania aj tejto autoritatívnej vládnutia sa vôbec nečudujem, že také gesto, ako urobil László Surján, nemalo až takú odozvu. Dneska je tu iná paradigma, to je paradigma moci, ktorá tu začína sa prejavovať. Hadd reagáljak rögtön, nagyon fontos kérdéshez érkeztünk, nevezetesen a hatalom csúcsán lévő politikusok gesztusai és az alatta lévő szintek gesztusait kell egy kicsit összevessük. Aki felelősen gondolkodik ma egy közép-európai állam élén, az nem tehet mást, mint keresi a szomszéd államokkal való jó államközi kapcsolatot, különösen vonatkozik ez azokra az országokra, amelyek az Európai Unió tagjai. Az Európai Unión belül ugyanis egyikünk sem tud érdemben semmiféle eredményt elérni. Semmit. Együtt azonban nagyon sokat el tudunk érni, és hála a jó Istennek, ezt a régió politikusai fölismerték. Szerethetik, vagy utálhatják egymást, nem nyelves puszit kell váltani, hanem kézt kézbe öltve az ország javáért dolgozni. És ezek az országjavak nem kiszorítják egymást, hanem megfelerősítik egymást. Ennek azonban semmi köze nincs ahhoz, hogy egy átlagos szlovák ember mit gondol egy átlagos magyar emberről, és fordítva. Kölcsönösen félünk egymástól. És ezt a félelmet fönt a politika tetején nem lehet megoldani. Ezt a félelmet nekünk civilként kell megoldanunk, más megoldás nincs. Az egyház is sokat segíthet, de mi magyarok úgy érezzük, hogy Szlovákia fiatalabb nemzet lévén már államalkotás szempontjából, hiszen régebben élnek szlávok ezen a téren itt, mint magyarok, de a szlovák egyház a nemzeti vonalat sokkal markánsabban viszi, mint
a magyar egyház. És ebből itt a Felvidéken nagyon sok konfliktus van, de az egyház mindenképpen az egyik erő, amire számítani lehet, ennek a tudatában is, amit elmondtam. De Jan Csarnogurszkinak volt egy nyilatkozata egyszer, nem is olyan régen, akkor azt mondta, hogy tudomásul kell venni, hogy a magyar politikának egyetlen célja van, mihelyt lehet visszacsatolni annyi területet, amennyit lehet. Amíg ettől félnek a szlovákok, addig túl nagy megbékélésre nincs esély. És amíg mi magyarok arra gondolunk, hogy a szlovák politikának egyetlen célja van, fölszámolni Felvidéken élő magyar kisebbséget, vagy Szlovákiában élő magyar kisebbséget, akár asszimiláció, akár kivándorlás révén, ha azt gondolom, hogy minden ezért történik, akkor a megbékélésre nincs esély. Ezt a két félelmet kellene megszüntetnünk. Mert félelem hatása alatt csak butaságokat tud csinálni az ember. Nem véletlen II. János Pál üzenete, ne féljetek, és ez az üzenet a mai napig is érvényes. Ne féljünk, hanem nyissuk ki a lelkünket, és beszéljük ki, hogy mi fáj. Ami ezt a félelmet illeti, és ugye ez az egymástól való tartást, mégis mik azok az önök véleménye szerint, és az Miklóska úrhoz is egy kérdés, hogy mi gyakorlatilag azok a lépések, amelyeket ezeken a szimbolikus bocsánatkéréseken túl esetleg megtehetünk? Mi az, ami önök szerint esetleg a magyarországi magyar társadalomban, illetve a szlovák társadalomban úgymond egyfajta alapja annak, hogy ezek a konfliktusok ezek a későbbiekben is kieleződve maradjanak? Toto bola otázka pre vás obidvoch, čiže... Pardon. Chcel by som upozorniť ešte na jeden aspekt slovensko-maďarského vyrovnávania. Ja som bol 20 rokov v slovenskom parlamente ako poslanec, z toho prvé 2 roky ako predseda parlamentu. Čiže mal som možnosť vnímať celý ten vývoj vyrovnávania vzťahov medzi Maďarmi na Slovensku a Slovákmi. Chcem upozorniť, že celá táto problematika sa niesla čiste v rovine politických požiadaviek. Oni mali samozrejme svoj význam, pretože tie politické požiadavky mali svoj dopad potom na ten celý spoločenský a kultúrny život Maďarov. Ale bolo to promadne jazykový zákon v novembri 90. Potom to bol zákon o štátnom jazyku. Potom to bolo navrátenie pôdy. Potom to bolo zriadenie univerzity Šejeho a tak ďalej. Čiže tým, že sa to deje čiste teda v politickej rovine, tak je tu malé nebezpečenstvo, že sa to bude vnímať všetko aj politicky, že vlastne aj tie dôsledky potom bude každý vnímať politicky, to znamená, že to vlastne smeruje nakoniec nejaké autonomii a nejakému otrhnutiu. Ja len kladiem otázku, povedzme, tomuto auditóriu. Dá sa predstaviť, že by maďarská menšina na Slovensku v jednej chvíli kládla úplne spontánne svoje kultúrne a nazvime to spoločenské požiadavky mimo politiku? Že by hovorila napríklad o problematike ľudových súborov, ktoré sú maďarských ľudových súborov, ktoré sú na Slovensku, o problematike iný, povedzme, cirkevnej problematike. Čiže by to sa to nenieslo len v tej politike, v rovine politickej, kde každý rozmýšľa len politicky, ale že by to sa nejakým spôsobom dostávalo do povedomia ľudí ako cez normálne požiadavky občanov, ktorí sú maďarskej národnosti a ktorí tu chcú žiť. Mám na to takú protiotázku, či náhodou nemáte taký pocit, že hociaká požiadavka z maďarskej strany môže byť vnímaná jedine v politickom kontexte. Ja to pýtam preto, lebo síce ja som sám seba nepredstavil, ale ja zároveň som aj hovorcom okrúhleho stola Maďarov na Slovensku, čo je také zaujímavé združenie 104 maďarských mimovládnych organizácií. A v podstate my formulujeme také požiadavky aj ohľadom dvojazyčnosti. Na železniciach sme rokovali s príslušnými orgánmi a tie orgány vedeli výlučne
chápať a vôbec pochopiť na naše požiadavky na politickej rovine. Bolo veľmi ťažké vysvetľovať, že tu ako ide o občiansku iniciatívu, ide o takú vec, ktorá je v prospech občanov Slovenska. Máte taký pocit, že je to možné? Malo by to byť možné, malo by viac zaznievať týchto občianskych iniciatív. Ono by som povedal, že v tieni tých všetkých akoby politických požiadaviek zatiaľ není venovaná dostatočná pozornosť týmto občianským. Samozrejme, že požiadavka, aby boli dvojazyčné nápisy na železniciach, je úplne smiešná, veď to by malo byť tak samozrejme, veď už keď je pred každou obcov a za každou obcov, tak tu by ešte ušetrili, že by nebolo pred stanicou a za stanicou, ale na stanici. Čiže to je niečo samozrejme. Ja si viem predstaviť, že kľudne, ja som to už aj povedal verejne, ešte ako politik, že by mohla byť dobrovoľným jazykom, nepovinným, na tých slovenských školách, kde bude záujem, maďarčina. Aby nebola len slovenčina na maďarských školách, ale prečo by sa nemohli učiť aj Slováci maďarčinu, ak chcú. Ja si myslím, že kľúčom tomuto všetkému je to spoznávanie sa vzájomne. Spoznávanie jazykové a podobne. V tomto priestore na Slovensku, kto je nemecký a maďarský, tak je obyvateľom takého územia skoro ako pol Európy. Čiže treba preraziť ten politický aspekt toho. Treba urobiť, pozrite, keď sme prijímali jazykový zákon, skoro nás tam zabili tí ľudia vonku, pred parlamentom. Bola hladovka, neviem čo všetko. Dneska to už nikomu nevadí. Proste v tomto smere je bohužiaľ tragédia, že všetko si treba akoby vyvzdorovať, ale treba o veciach toľko hovoriť, až sa stanú úplne samozrejme a každý pochopí, že to je normálna vec. A ja sa vrátim, keď tu na môj priateľ László Surján povedal, že Ján, spomenul Jána Pavla II., tak jeho základný prejav, prvýkrát, keď bol na Slovensku, v Bratislave, vo Vajnoroch, povedal, že Slovensko, aby sa otvorilo multikulturálnosti, pretože celé dejiny multikulturálnosť obohacovala Slovensko. V tomto smere je obrovským pokladom, naozaj pokladom, že na Slovensku žijú Maďari. Bohužiaľ tu už nežijú Židia a bohužiaľ tu už nežijú Nemci. A každá krajina je obohatená inou kultúrou a iným prístupom. Čiže v tomto smere, ak tu nebude nejaká ekonomická katastrofa, ja som optimista, ak nebude katastrofa celoeurópskeho charakteru. Ďakujem. Šurián, syntéza kérdés igazából, arra vagyok még kíváncsi, nyilván esetlegesen felmerült a gondolatokon kívül, hogy ön magyarországi, magyar részről milyen akadályokat vagy fenntartásokat lát esetleg egy hasonló esetleges kiegyezés vagy megbékélés útjában? Hát az én egyik legfontosabb üzenetem az az, hogy a szlovák-magyar megbékélés kérdését ki kell emelni a politikai mezőből. Amennyiben ez párt keretek között zajlik, már pedig a hatalom az a pártok révén működik, tehát nem lehet elkerülni a pártokat, de mégis meg kell kerülni őket, ugyanis ha az egyik párt azt mondja, hogy erre menjünk, a másik biztos azt mondja, hogy arra. És vannak olyan ügyek, így például az együttélésünk ügye, amit nem lehet pártpolitikai mezőbe rakni. Egyébként csak egy rövid megjegyzés, ugye ez magyarországi kontextusban különösen érvényes. Míg Szlovákiaiban annyira nem nagyon tűnik különbözőnek akár a pártok álláspontja egyes esetekben, de Magyarországon kimondottan a jobb-baloldali viszony egyik komoly problémája ez, hogy miként kezelik a kisebbségi kérdést és a magyar külkapcsolatokat. Igen, hát ugye azról szólt a kérdés, hogy magyarként mondjam, de azért itt is van olyan párt, amelyik az együttélést, vagy a hídépítést próbálta programjául tenni. Ez nem lehet pártpolitikai kérdés. Ez ilyen értelemben ide is szól az én üzenetem. Arról nem is beszélve, hogyha az egyik párt elindul ezen az úton, akkor magyar párt, akkor a szlovák versenytársak is más utat keresnek ahelyett, hogy ugyanazon az úton járnának. Tehát ez az egyik nem pártügy. A másik több tudásra van szükségünk. Nem ismerjük egymást. Nem ismerjük a saját történetünket se elég konkrétan és helyesen. Mit lehetne tenni? Ugye ez volt az eredeti kérdés. Én azt gondolom,
hogy ismeret növelésre van szükség. A közbeszéd tárgyává is kellene tenni a másik nemzet kultúráját, a másik nemzet értékeit, a másik nemzet történetét. Itt van ugye a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet igazgatója körünkben, aki lánykori nevén történész, és aki egy olyan munkacsoport révén dolgozott, akik nagyon sokat tettek azért, hogy megismerjük jobban a szlovák történetet, tehát a meghasadt múlt, ugye Pista, jól mondom, abból is jó lenne itt pár példány, legalább megvásárolhatóan, mert tudatfejlesztő hatása van. Úgy tudom, megjelent már szlovákul? A szlovák második kérdés most készül, egyébként van egy magyar példány. Úgyhogy őt kell keresni, akit érdekel, hogy jobban el akar mélyedni a dologba. Kulcskérdésnek tekintem, hogy mi magyarok jobban értsük a szlovák-magyar együttélés múltját, történelmi részleteit, a benne általunk elkövetett hibákat is, azokat be kell vallani. Ugye, amikor 1861-ben meglazult a bécsi nyomás, akkor a szlovákok is úgy érezték, hogy most érdemes Pesthez fordulni, és el tudnak érni bizonyos célokat, nyelvhasználat, iskolai oktatás, és bizony Pesten azt mondták, hogy ez nekünk elfogadhatatlan. Hiba volt. Most a hibákat rendbe lehet tenni, most már nem úgy, megfordult a helyzet. Most mi követeljük azt, amit akkor a szlovákok követeltek maguknak, és a szlovákok ugyanúgy nyögvenyelősen adják meg, mint ahogy mi se adtuk meg, vagy mi is nyögvenyelősen. Minden esetre, ugye František említette, hogy van magyar nyelvű felsőoktatás Szlovákiában, és nem volt a Magyar Királyságban szlovák nyelvű felsőoktatás. És hova jártak a szlovák gyerekek egyetemre? Prágába jártak. Így aztán lett is Csehszlovákia. Ha itthon maradtak volna, lehet, hogy másképp alakulnak a dolgok. Tehát ismerjük meg a múltat, ne politizáljunk a másik kárára, hanem haladjunk előre az önismeret útján. Ön egy apró kérdésem mind a kettőjükhöz, és igazából utána teret adnék egy kicsit a közönségnek, hogyha vannak kérdések. Felmerült itt egy nagyon érdekes kérdés, vagy részprobléma, az pedig úgymond a múltértelmezésnek a kérdése. Nincs önben, önökben meg az az érzés, hogy igazából itt valóban a úgymond a történelem oktatás terén, illetve a történelem értelmezése terén és ennek a már fiatal kortól való eljuttatása terén kellene úgymond erre kéne hangsúlyt helyezni. És mint hogyha mind a két országnak úgymond meglennének azok a problémái, amelyek a történelem értelmezésből és a történelem értelmezés iskolákba való átvetítéséből adódnak. Az Európai Unióban élünk, tanulni kell az Európai Unió többi tagállamától. Franciaország és Németország viszonylatában készültek olyan történelemkönyvek, iskoláskönyvek, amelyek fordítások. Ugyanaz volt a német gyerek számára, mint a francia gyerek számára. El kellene jutnunk Közép-Európában is oda, hogy egymást kölcsönösen kontrolláljuk, mit tanítanak rólunk, és egyezzünk ki. Egyezzünk meg, olyat tanítsunk a szlovákokról Magyarországon, amire a szlovákok azt mondják, hogy ez helyes, ez így igaz. És fordítva, olyat tanítsanak a magyarokról Szlovákiára, amire a magyarok azt mondják, hogy ez nem hamis, ez igaz. Hamis az, hogy a magyar úr szlováksága miatt tartotta a jobbágyot rossz soron, mert a jobbágysága miatt tartotta, és mellesleg szlovák volt. A szlovák birtokos is tartott magyar jobbágyot rossz helyzetben. Nem azért, mert magyar volt,
hanem azért, mert jobbágy volt. Belevetítjük későbbi harcainkat a múltba. Ez hiba. Érthető hiba, de hiba. Tehát közös történelmet éltek végig őseink, közös történelem szemléletig kellene eljutni. Ez nagyon nehéz. Magyarország próbálkozik ezzel románokkal, szerbekkel, horvátokkal. Horvátokkal állunk a legjobban. De még sokat kell dolgozni ezen. Pán Mikloško, tiež by som mal na vás takú možno ako doplňujúcu otázku, že vy máte taký pocit, že napríklad ako chápanie histórie Maďarsku ako mainstreamové chápanie by som povedal, že spôsobuje určité problémy slovensko-maďarských vzťahov a turbulencia? Ja mám veľmi rád históriu, ale nehádam sa vo svojom živote proste nejak frustrovať alebo do nekonečna sa motať v histórii, pretože ja to vidím ako človek, povedzme ako katolík, ktorý v živote hreší a hrešil a možno aj bude hrešiť, ale tak idem na spoveď a už potom sa chcem ísť ďalej dopredu, čiže ja sa nemôžem do nekonečna nejakými svojimi chybami zaoberať, pretože ma to bude stále tlačiť k zemi. V tomto smere človek ten pohľad do budúcnosti musí víťaziť aj v dejinách. Ja osobne nemám žiadny komplex, keby hneď niekto povedal, že Slováci boli väčšinou robotníci. Mňa to nejako nefrustruje. Ja som necítim sa preto byť menej cenný. Proste veď my tu dnes budujeme akúsi kultúru, znamenáme čosi a budeme silní kultúrne, tak potom ja sa nehodlám nejakou minulosťou tu nechať tlačiť, aby som z toho bol celý život frustrovaný. A to si myslím, že by malo platiť aj o národoch. Pamätám si, ako Arpad Gürz nám hovorí, prosím vás, hoďme, a teraz povedal jedno škaredé slovo, zo stola. Proste to volá, čo tam je. Hoďme to zo stola, poďme dopredu. Čiže nejak sa stále motať. Ja si myslím, že v týchto kritických niektorých momentoch nebudeme mať rovnaký názor asi. Ale viem si predstaviť učebnicu dejepisu, kde bude proste vedľa seba postavený názor, ako to vidia Maďari a ako to vidíme my. A ten inteligentný žiak, no proste nech si to zapamätá a keď bude dorastať, si z toho urobí nejaký názor. Ale budú momenty v dejinách, ktoré asi nebudeme zatiaľ rovnako vysvetľovať. Musíme to prijať, tak ako ja musím prijať svoj život, že som v živote aj hrešil. Človek musí prijať ten svoj život a tie svoje dejiny také, ako sú. A to ho robí potom hĺbším a zrelším. A to robí aj národy zrelšími. Čiže nebojme sa pomenovať aj to, čo nás rozdeľuje, ale pokojne, tak, aby zazrel aj ten druhý názor. Ak môžem ešte jednu vetu povedať. Mne naozaj veľmi záležalo na tomto nejakom zblížení Maďarov a Slovákov, lebo ja som vyrastal v Nitre, kde žilo strašne veľa Maďarov a to spolunažívanie bolo naprosto pokojné. Ale ja si pamätám, ako mi raz povedala jedna mladá maďarská novinárka, už keď som bol politik, že vlastne vieš, ja neviem, kto som. Ja som Maďarka, ale ja mám pocit, že tu ma nechcete, ale ja keď idem do Maďarska, mám pocit, že ani tam ma veľmi nechcú. Už ten jazyk aj všetko je iné. Čiže ja si myslím, že treba si zamyslieť sa aj nad tým, a to hovorím teraz o tej najväčšej úcte, a by som povedal porozumení k menšine, že čo to znamená vybudovať si nejakú identitu menšinového Maďara tuna. Že samozrejme je to úplne, by som povedal, 100% Maďar, ale pýtam sa, vie si on vytvoriť pozíciu, že bude mať nejakým spôsobom rád Slovensko? A potom na nás je otázka, čo máme urobiť preto, aby Maďari sa tu cítili dobre. S úplnou samozrejmosťou. Dnes, keď sú neni hranice, tak ten pohyb je tak voľný, že proste nemusia mať pocit, že musia akurát teda tu nabiť s hlavným mestom Budapešti. Ale čo máme urobiť, aby sa tu cítili dobre? Čiže aj tá identita mladého Maďara na Slovensku žijúceho je veľká otázka, ktorú si treba otvorene povedať. Egy kicsit vitatkozni szeretnék. Az én felfogásom szerint ugyanis a történelemre való visszatekintés az nem csak és nem is elsősorban a sebek föltárását jelenti. A történelemben a gyógyítás lehetősége is benne van. Például én abból a könyvből, amit az előbb emlegettem, abból tanultam meg, hogy a szlovák nyelvnek két szava van arra, hogy Magyarország.
A mai Magyarországot úgy hívják, hogy Magyarszkó. A történelmi Magyarországot, amiben ők is éltek, úgy hívják, hogy Uhorszkó. Ha kettőt végig gondoljuk, hogy mit jelent, akkor oda jutunk, hogy az állampolgár és a nemzethez való tartozás fogalmát kell tisztába rakjuk. És arra viszont nem vitatkozólag, tehát a vita lényege az, hogy szerintem a múltunkra rá lehet támaszkodni, és arra rá lehet építeni a jövőt, anélkül, hogy ez a sebek föltárása üres marcangolás lenne. Amivel viszont mélységesen egyetértek, az ez a bizonyos identitás kérdés, amit felvetettél. A Budapesten a mi mozgalmunk rendszeresen, havi rendszerességgel tart egy összejövetelt, ahol előadások hangzanak el, vagy beszélgetések. Az egyik ilyen az identitás kérdéséről szólt, és ott elég világosan megfogalmazta egy felvidékren, helyesebben, tehát Csalóközben született illető, hogy én szlovákiai magyar vagyok. Magyar vagyok, teljes értékű magyar, de más magyar vagyok, mint aki Szeged környékén született. Én szlovákiai magyar vagyok, ez egy új szint jelent, bizonyos értelemben akár egy többletet is, és az viszont, és ehhez szintén nagyon csatlakoznék, ez jelenleg a szlovák többségnek a feladata, hogy ez a szlovákiai magyarság fogalom, ez ne plusz teherként nehezedjen rá az itt élő magyarokra, az egy kulcskérdés, mindig a többségi nemzet feladata, és ebben mi magyarok többségi nemzetként hibáztunk, hogy a kisebbség jól érezze magát. Ha visszagondolunk, mindig, amikor baj volt, akkor jött ott eszünkbe Kossuth, federalizálni kell az országot. Első világháború után fantasztikus ötletekkel álltak elő, hogy hogyan, miként járjunk a kisebbségek kedvére, már késő volt. Tehát nem akkor kell, ezt ebből érdemes tanulni a többségi szlovák nemzetnek is, nem akkor kell megoldani a problémát, amikor már ég a ház, hanem ne égjen a ház. Tehát ez a szerencsétlen vasúti tábla ügy. Hát miért fáj az valakinek? Azért fáj, mert fél, hogy ezzel is magyarizáció lesz megint. Nem erről szól a történet. Arról szól, hogy otthon érezze magát mindenki, aki Szlovákia területén született. Ha magyarnak, akkor magyarként érezze otthon, és ez szerintem a szlovákok felé jó hír, hogy a szlovákiai magyar úgy fogalmazza meg magát, hogy én szlovákiai magyar vagyok. Mert ebben a pillanatban nem olyan fajta revansban gondolkodunk, mint a két világháború között, hanem egy új világot akarunk fölépíteni, egy európai világot, ahol megőrizzük a magunk értékét, mert attól válik gazdagabbá, ahogy elhangzott az előbb, második János Pálra hivatkozva. Tehát én azt hiszem, hogy a szlovákiai magyarság felajánlja magát ilyen értelemben, hogy ennek az országnak tisztességes, hű polgárai vagyunk. De elvárjuk, hogy nekünk is meglegyen mindez az emberi jogunk, amit a mai világ minden egyes embernek megad. Meg kellene adjon. Köszönöm. Ak zašestrenie reakcia to tým pádom by som dal priestor asi obecenstvu. A közönségnek adnák teret a kérdésekre, hogyha valakiben esetleg megfogalmazódott valamilyen felvetés vagy kérdés, akkor azt nyugodtan felteheti. Mész a pácsi? Môžem povedať niečo ešte provokatívne, ale už nebudem mať čas. Poviem vám, ako sa, povedzme, v istých intelektuálnych kruhoch nejako reflektuje otázka dvojitého občianstva a všetkoho, čo ponúka, povedzme, vláda Viktora Orbána zahraničným Maďarom. Tak jeden názor je,
že vlastne Viktor Orbán si je vedomý toho, že Maďarov v Maďarsku, teda v Anya Orszag, že ubúda, že proste vymierajú. A že je to vlastne nejakým spôsobom jeho dlhodobá stratégia, ako vytvoriť také podmienky, najmä pre mladú generáciu Maďarov, aby postupne prešli do Maďarska a tam žili. Druhý názor je, že vlastne je to uchopenie tohto problému, o ktorom som hovoril, že Maďarom žijúcim v iných krajinách chýba, nedokázali si vytvoriť ešte takú identitu, aby boli Maďarmi a zároveň sa cítili dobre. Čiže takýmto spôsobom je to vlastne pokus o vytvorenie prvomade maďarskej identity. Ja kladiem otázku, či je možný ešte tretí názor, že je to úplne v poriadku a vlastne to posilní len tú identitu Maďarov žijúcich na Slovensku alebo Rumunsku a podobne. Ale proste, aby ste videli aj z druhej strany, že vlastne aj takýto problém má svoje, nie aj politické, ale prvomade také existenciálne alebo spoločenské dôsledky, aby prípadne sa o tom premýšľalo, aby ste videli, že takto to je. A to teraz som len povedal to, čo som ja začul. Jó lenne, ha Orbán Viktort nem demonizálnánk, mert azt gondolom, hogy van egy nagyon furcsa jelenség, és ez most nem Miklóskó úrra vonatkozik. Az az Orbán kép, amit a magyar ellenzék kialakított, az újra meg újra föltűnik a határon túl is. Ez is egyfajta hiba, hogy a pártpolitika átcsúszson erre az oldalra, és én egy szarvas hibát is azért most hadd mondjak el, amit az első Orbán kormány elkövetett, amikor a kedvezmény törvényt behozta. Annakból kellett volna kiindulni, hogy a Szlovákiában már akkor létező, a határon túli szlovákokra vonatkozó törvényt alaposan átgondoljuk és rendesen lemásoljuk. Nagyjából ez is történt, csak a szavakban nem hangzott el. Úgy tűnt, mint valami fantasztikus új dolog, és ezzel esélyt adtunk az akkori szlovák kormánynak, hogy támadja azt a törvényt, amely filozófiájában azonos volt a Szlovákiában érvényes törvénnyel. Tehát ne démonizáljuk egymást. Én azt hiszem, hogy amit most hallottunk, hogy a magyar állampolgárság megadása az annak az előkészítése, hogy így mondjam, kivonjuk csapatainkat az elszakított területekről, hogy ezt a régi terminológiát használjam, ez nagyon is nem áll. Arról van szó, hogy gesztusokat akartunk gyakorolni, kifejezni a nemzet összetartozását, de azt a hibát, amit Németország elkövetett Erdélyben, hogy 45 ezer márkáért fejenként kivásárolta a szászokat, és átszállította Németországba, és egy 700 éves német kultúrát felszámolt. Európa térképéről valamit lerajzolt, kiradírozott. Ezt a hibát mi nem akarjuk elkövetni. A népesedési problémáinkat otthon és az ágyban kell megoldani, nem pedig a határon túlról. Mal by som jednu otázku ohľadom toho a možno prvotne na vás, pán Mikloško, ale aj na pána Šuriana, tá tidejšená, že nie, náhodou tie posledné 10 ročia nepotvrdili takú teóriu, že možno intenzita slovensko-maďarských konfliktov, respektíve to, že do akej miery sú dobré slovensko-maďarské vzťahy, je úplne nezávislá od politických elít. Mám na mysli to, že pokiaľ si vezmeme, že aké boli vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom, vyslovene na medzištátnej úrovni, tak môžeme zistiť, že prvá Orbánová vláda, Dzurindová vláda, pomerne harmonická kooperácia.
Potom prišla Ficová vláda a zase socialistická vláda, čiže ľavicovo-liberálna vláda z maďarskej strany, kde vlastne vyskytli konflikty. Zase ako činnosť Radičová vláda a Orbánová vláda tiež pomerne dobre vychádzala a na prekvapenie všetkých takisto sme asi svedkami pragmatickej spolupráce ohľadom Fica a Orbána. Čiže nesvedčí toto náhodou o tom, že politické elity a vyslovene také krátko, čiže politické prejavy, ktoré majú iba krátkodobý efekt, nemajú vplyv na podstatu problému? Že zdrojom konfliktov nejde inde, než vyhlásenia politikov? Už priznám sa, že vlastne ani na to neviem odpovedať, lebo ja osobne teda nestretám žiadne konfliktné situácie na južnom území Slovenska. Čiže tam som nevnímal žiadne problémy. Konflikt bolo príliš silné slovo, toto priznávam, prepáčte. Tak skôr by som povedal ako zdroje, čiže také témy a symbolické témy, o ktorých sa dá diskutovať a nedorozumenie. Ja si myslím, že Slovensko po 89. prešlo veľmi silným nejakým takým, teraz neviem, či to je dobré slovo, emancipačným vývojom. Ja som minule hovoril s jedným človekom a on mi hovoril, jedna spisovateľka, nebudem hovoriť jej meno, ale známa slovenská spisovateľka, ktorá bola absolútnou podporovateľkou Vladimíra Mečiara. Ona raz povedala tomuto môjmu priateľovi, že Slovensko potrebuje dostať satisfakciu. Konečne musí dostať satisfakciu. Čiže ako by to bol ten nacionalistický pohyb, ktorý sa tu objavil, ktorý bol veľmi silný, ako keby bol sprevádzaný nejakou frustráciou, že nám stále nás niekto len proste utláčal a ukracoval. Samozrejme, keby sme sa opýtali, že akú satisfakciu majú dostať Arméni alebo Litovčania, ktorých Rusi takmer zlikvidovali, no tak by sme si nemohli myslieť, že my sme ten najúbolenejší národ. Čiže tá obrovská vlna nacionalizmu, ktorá tu bola, ktorá bola zameraná, vlastne nemala ani voči komu byť. Len zamerala sa len voči Maďarom, lebo už Židia sú tu není, už tu nikto není, Češi sú tu není a Československo najmä, keď prestalo existovať. Tak ja si myslím, že tá vlna postupne na Slovensku zapadá. Proste tú obrovskú silu, ktorú mala vtedy Matica Slovenska, dneska nemá žiadnu. Čiže treba sa možno aj s istým pochopením pozerať na to, že mnoho ľudí, aj intelektuálov, malo pocit, že my musíme dostať nejakú satisfakciu. Konečne prichádza naša chvíľa. No ale teraz sa to všetko ukazuje normálnym. Ja žasnem nad tým, ako Robert Fico nemá najmenší problém, ale rovnako Mikuláš Zurinda odozdáva takmer všetky kompetencie štátne a národné do Bruselu. Nemajú, ako keby to Václav Klaus v čase, keď my sme rokovali o štátoprávnom usporiadaní, tak hovoril Čarnogórskému, že ak chceme, tak môžeme si potom po voľbách 92. Slovensko vydávať vlastné známky. No tak mať vlastné známky a prípadne hokejový a futbalový manšaft, ako by malo byť završením. No ale teraz tomu smerujeme. Veď tá rýchlosť, ktorou odozdávame kompetencie, je vzdanie sa vlastne všetkých atribútov nejakej nezávislého štátu. Čiže ja myslím, že tento vývoj ide a tento vývoj ide skôr pozitívnemu. Preto treba to chápať trošku aj v kontexte toho ponovembrového vývoja, kedy odrazu nastúpila jedna nacionalistická vlna, ktorá podľa mňa končí. Ja ju aspoň nevidím už medzi ľuďmi. De már volt erről szó, én úgy gondolom, hogy a politika felső szintjén rájöttek a racionalitásra. Egymásra vagyunk utalva, ennek megfelelően jó viszonyban kell legyünk egymással. Volt olyan fázis, amikor én nagyon aggódtam. Ugye mindkét országban léteznek, voltak, vannak is extrémista, extrém jobboldali pártok. Szlovákiában, Magyarország felől nézve az történt, és ez nem biztos, hogy igaz, de Magyarország felől nézve az történt, hogy a szlovák pártok kiénekelték a sajtot a szélsőségesek szájából. Vagyok én is olyan szlovák, vagyok én is annyira agresszív a szlovák ügyekben,
és nincs szükség arra, hogy Szlota úr itten átküldje a Dunán túlra, a Duna másik oldalára a magyarokat. Na most Szlota úrral történt, ami történt, azt gondolom, hogy őt már múlt időben lehet tenni. A magyarországi szélsőséges pártok jönnek-mennek, ott azért a középpártok inkább konfrontálódtak ezekkel a pártokkal, mint hogy saját kiéneklési folyamatok indultak volna meg. Mondom, ez az én nézőpontom. Ami izgalmasabb a szlovák-magyar viszonyban, hogy mi van a terepen. És ebben a kapcsolatban én mindig lelkesen hivatkoztam arra, hogy a konfliktusok és a felvidéki, illetve a szlovákiai barátaim is erre többször hivatkoztak, hogy a konfliktus azokkal a régiókban élő szlovákokkal és a magyarokkal van, ahol magyarok nem is élnek, mert egyfajta média közvetítéssel van nekik képük a magyarokról, nem pedig úgy, hogy a szomszédban lakik egy magyar. Tehát a szomszéd, a vegyes lakosságú vidékre, ha gondolok, ott a szomszéd elsősorban szomszéd, akihez be lehet kopogni, ha elfogyott este a só, és ma zárva van a potravinyi. Viszont ezt több helyen járok, Szlovákiában beszélgetek emberekkel, tartok előadást. Idáig egyet is értünk. Idáig visszaigazolják. A szomszéd elsősorban szomszéd. Addig, amíg a sóról van szó. De amikor már arról van szó, hogy aláírás gyűjtünk, hogy megmaradjon a magyar oktatás a faluban, akkor már az aláírást nem kapjuk meg. És ezért nagyon nehéz lenti szinten is fölépíteni a bizalmat. Márpedig csak a bizalom hídján fogunk tudni egymáshoz eljutni. Itt a probléma lényege, és ehhez idő kell. És ezért nem voltam csalódott, mert tudom, hogy idő kell mindehhez. Köszönöm. Hogyha lassan lejár az időnk, de hogyha van kérdés a közönség soraiból, azt még fel lehet tenni. Mert amennyiben nincs, akkor nekem lenne egy záró kérdésem. Van? Elnézést, van? Nincs. Igazából arról van szó, és ez szintén egy kérdés, ami Szlovákiát és Magyarországot is nagyon érinti, hogy ugye gyakran elhangzik az ilyen beszélgetéseken, hogy akkor a jövő a fiatalokban van, akiknek nincsenek előítéleteik, vagy kinevelő, a jövő esetleg egy új generációban van, ahonnan majd kikerülnek politikusok vagy mások, miközben annak vagyunk a tanúi, hogy ez azért ez nem teljesen így működik. Elég ránézni a szlovák és a magyar politikai elitre, azokra az új személyekre, akik befurakodnak úgymond a politikába. Itt ugye Magyarországon elég egyértelműnek tűnik, hogy úgymond a radikális, akár csak a Jobbik népszerűsége nő, és a fiatalok körében népszerűbb, mint egyébként. Míg hát Szlovákiában az új szlovák politikai elit, hogyha elit kifejezéssel lehet nevezni mondjuk az egyszerű embereket, vagy a Matovics-Lina féle vonalat, nagyon nem tűnik úgy, hogy azokban az új vezéregyéniségekben, vagy húzó egyéniségekben, akik minden bizonnyal a politikának a részei lesznek akár egy-két évtizedig, vagy tovább, vagy lehet, hogy egyáltalán nem, de induljunk ki ebből. Egyszerűen nincs meg a kiállás és a hajlam. Önök ketten nagyon gazdag életpályát tudhatnak magukénak, rettentően komoly autoritásuk van. Látszik az a generáció önök mögött, aki esetleg ugyanígy zászlajára tudja tűzni a kérdést, és ugyanígy tud hasonló gesztusértékű megnyilvánulásokat tenni? Vagy ez tényleg életkor kérdése, vagy beér az ember? Van remény ebből a szempontból? Remény mindig van, sőt, tények is vannak. Az kétségtelen tény, hogy a Jobbik szavazótáborában aránylag több a fiatal, mint az idősebb ember. De hát azt hiszem Mikszát írta le azt a házasságkérő formulát, hogy édes fiam, kérdezi az após jelölt, volt-e maga már korhely?
Én ugyan már, de akkor nem kapja meg a lányomat, mert amíg nem volt kórhely, majd lesz. Egy fiatalban benne van a lendület, a radikalizmus, ez az amaz, ki lehet nőni. A számok egyébként nem veszélyesek, mert hajszálnyi különbség választja el a fiatalok körében a jobbikot a jobb középpártoktól, és akkor némileg lemaradva vannak a baloldaliak. Tehát ez nem tűnik nekem katasztrófának. Ami a reményt illeti, abban a mozgalomban, amit elindítottunk, a megbékélési karta mozgalmában, abban 40% 30 év alatti. Ez azt gondolom, hogy nem. Hát csináljunk egy játékot. Van itt véletlenül, aki aláírta a kartát? Ugye? Szóval vagyunk egy páran, és egyikük se olyan penészes szakálló, mint én. Tehát a dolog nem teljesen életkor függő, de a fiatalságban van igény arra, hogy értelmes dolgokkal foglalkozzon. Márpedig Kárpát-medencében értelmesebb dolog annál, hogy normálisan lehessen élni, nincsen. Nemrégiben kifogtam egy aranyhalat, ez egy mese. Megkérdezte a három kívánságot. Én elmondtam a három kívánságomat az aranyhalnak, ez pedig a következő. Minden magyar keressen egy picivel többet, mint amit kiad. Legalább egy picivel többet. Egy gyarapodó nemzet az azt jelenti, hogy egy picit félre tudok tenni. Kevesebb magyar haljon meg, mint ahány születik. Gyarapodó nemzet az azt jelenti, hogy nem fogy. És a harmadik kívánság, hogy élhessünk békében, mintha nem marcangoltuk volna egymást az elmúlt 200 évben. És állítom, az első kettőre az aranyhal nem vállalkozott. Azt mondta, ez a ti dolgotok. A harmadikra pedig azt mondta, hogy ez lehetséges. Lehetséges úgy élni, hogy békében élünk egymással. Magyarok szlovákokkal, magyarok románokkal, és így tovább. Szlovákia ugye elhangzott, hogy nem él már itt zsidó, nem él már itt német, de azért él például Rutén. Olyan Rutén, akit sajátabb területén, Ukrajnában nem ismernek el Ruténnak. Szlovákia példát mutathat e tekintetben, például egy másik nemzet megbecsülése érdekében. Tehát van remény, hogy az aranyhal valami módon megsegít minnyájunkat. Miklosko, naše vízie ohľadom Slovenska, politické elity, mladých ľudí. Áno. Ja som tu pred chvíľou hovoril o identite, alebo hľadaní identity proste Maďarov žijúcich na Slovensku a podobne. Ja si myslím, že Slovensko dnes stojí pred veľmi ťažkou úlohou. Máme dneska 300 tisíc ľudí, väčšinou mladých, ktorí sú v zahraničí. Povedzme si otvorene, že to sú ľudia zrejme schopní, keď sa tam presadili. Vedia jazyky, sú draví, proste ľudia, ktorí by vedeli tu veľa urobiť, ale nemajú tu podmienky. A tu v jednej chvíli my budeme mať problémy sami so svojou identitou, nemyslím národnou, že by som sa ako pohybal o tom, že mám povedať, že som Slovák, ale identitou, že akým spôsobom vlastne v tomto priestore teda chceme žiť. Pretože je možné, že tá najlepšia technická, vedecká, ale aj taká manažerská elita nám odíde. Čiže ja si myslím, že Slovensko stojí pred úkolom akoby znovu hľadať svoju modernú, novodobú identitu. A je obrovský dôležité, aby sme do nej zahrnuli túto samozrejmosť tohto veľkého priestoru, v ktorom sme dejinami išli a v ktorom žijeme jeden vedľa druhého. A ja si myslím dokonca, že to bude problém aj okolitých krajín, že ten vývoj, duchovný vývoj týchto krajín po novembri, tých postkomunistických krajín je veľmi podobný. Takže v tomto smere
v tomto smere je to obrovská výzva a ja teda vidím možnosť jej naplnenia pozitívne, ale bude si to žiadať takéto stretnutia, bude si to žiadať proste vzájomne sa spoznávať. A keby sa nám to náhodou nepodarilo, tak dáme cigáňovi zahrať somoru Vaša Arnab a vyskočíme z okna. Ja veľmi pekne ďakujem za tie cenné myšlienky. Nagyon szépen köszönöm ezeket a értékes gondolatokat, és nagyon szépen köszönöm azt, hogy meghallgattuk őket. És hát bízunk abban, hogy ezek a víziók, ezek így a későbbiekben meg fognak valósulni. Nagyon szépen köszönöm a...